év nem volt már a zenekarban, és akkor azt találták ki, hogy képgitáros megoldással próbálják áthidalni ezt az időszakot. Hozzá kell tennem, hogy természetesen meghívtuk Pataki Attilát is, illetve Sramovics Istvánt is. Patakinak péntek, szombat, vasárnap is koncertje van, tehát így nem tudtunk igazodni vagy összeegyeztetni. És abba fértünk el nagy nehezen, minden hangszerünkkel együtt. Hát egy kicsit romos volt, egy kicsit rossz ajtók voltak rajta, amit aztán leszigeteltünk, hogy tényleg ne hallatszódjon át a szomszédokhoz. De az egyik szoba az övé, a másik az enyém, de amikor a pesti technikusaink voltak, akkor azok is itt laktak rendszeresen. A lányok körbeültek egy nagy asztalt, és szétválogattuk a leveleket, amikre nem kellett különösebben válaszolni. Nagy részük, ugye egy kis plakátot kért, illetve azt, hogy mikor hol játszunk, hát erre könnyű volt válaszolni, hogy ne kelljen itt levelet megcímezni. A lányok segítettek, rakták a kis plakátokat a politikába, és küldözgettük. Titkaim nem őrzik senkinek. Álmodtam egy világot magamnak, itt